Az általános felsőoktatási felvételi eljárás adatai szerint a tavalyi évhez képest jelentősen nőtt az Óbudai Egyetem Salgó-Tarjáni Képzési Központ és kutatóhelyére jelentkezők száma. Nagy örömünkre szolgál, hogy közel 40%-os emelkedés van az előző évihez képest. Összesen 230 fiatal gondolta úgy, hogy az Óbudai Egyetem Salgó-Tarjáni Képzési Központjába adja be valamely helyen a jelentkezését. Az első helyes jelentkezők száma pedig 76 fő. A 230 főnek a megosztása olyan, hogy ebből 155 fiatal a levelezőképzésünket választotta, és 75 fiatal pedig nappali képzésre jelentkezett. A legnépszerűbb természetesen a már hagyományos mérnökinformatikus képzésünk, hiszen azt 2018 óta folytatjuk, illetve a mérnökinformatikus képzésen belül is a levelezőképzés, annál is inkább, mert az Óbudai Egyetem vezetése, illetve a Neumann karunk vezetése úgy döntött, hogy Budapesten csak nappali képzést folytatnak, tehát sem levelező, sem esti képzés nincs Budapesten. Ezt kifejezetten Salgó-Tarjánban folytatják csak, tehát ebből következően Salgó-Tarján országos beiskolázásúvá vált a mérnökinformatikus levelező képzésben. Örömünkre szolgál, hogy a gazdasági képzés is beindul, hiszen közel 50 fiatal adta be most a gazdasági képzéseinkre a jelentkezését, és közel 20 első helyen jelölt meg bennünket, úgyhogy mi bízunk benne, hogy ez a képzés is sikerrel folytatódik. Az első év folyamosaink remekül vették az akadályt, úgyhogy túl vannak az első fél éven. Én hiszem azt, hogy ezt a képzést is újra meg tudjuk honosítani Salgó-Tarjánban. A Salgó-Tarjáni intézmény azon fog dolgozni a következő hónapokban, hogy azok közül is minél többen válasszák első helyen őket, akik a felvételi jelentkezés során még nem első helyen jelölték meg az intézményt. Lehetőségük van a fiataloknak sorrendmódosításra, úgyhogy bízom benne, hogy viszonylag sokan még úgy fognak dönteni, hogy megváltoztatják a sorrendet a mi irányunkba, ami azt jelenti, hogy emelkedni fog tovább az első helyesek száma. Július 24-ére várható a ponthatárhúzás, és utána nagyjából egy hét nyílik meg majd a pótfelvételi eljárásban. De mi első körben most azt szeretnénk, hogy a jelentkezetteinkből még többen döntsenek úgy, hogy első helyen jelölik meg a Salgó-Tarjáni Képzési Központot az Óbudai Egyetemen, és akkor még több első helyes fiatalra számítunk.